Új helyen, a Városüzemeltetési Intézmény területén belül működik immár a Városi Térfigyelő Kamera rendszer központja. Innen követik nyomon a város 55 térfigyelő kamerájának felvételét a közterület felügyelet munkatársai. Vezendi Krisztián intézményvezető elmondta, az elmúlt időszakban vették át az üzemeltetéssel járó feladatokat a helyi rendőrkapitányságtól, és a céljuk, hogy a lakosság biztonságáért továbbra is a legtöbbet tegyék. A térfigyelőrendszer, a közterület térfigyelőrendszer, a kamerák 2008-ban telepítette ki javarészt az önkormányzat a kamerarendszert, azóta működteti. Az üzemeltetés akkor átkerült a rendőrséghez, és 2008-tól 2022 február 1-ig volt a rendőrség működtetésében a térfigyelőkamerarendszer, mert 2022. januárban az önkormányzat testülete megszavazta, hogy a térfigyelőkamerarendszer kerüljön át a Városüzemeltetési Intézmény működésébe. Hogyan tudja ellátni a Városüzemeltetési Intézmény ezt a feladatot? A Városüzemeltetési Intézmény a közterület felügyeleten belül látja ezt a feladatot, a közterület felügyelet nézi vissza a felvételeket, a közterület felügyelet működteti magyarul, a közterület felügyelő törvény alapján a Városüzemeltetési Intézmény kidolgozta a kamerarendszer működésével kapcsolatos szabályzatot, mint a felvételek kimentése, meg a felvételek rögzítése, tárolása céljából. Hogyha a rendőrség megkeres minket, mint hivatalos szerv, akkor mi kimentjük nekik a felvételt, átadás átvételén át tudjuk nekik adni, további felhasználás véget. Jelenleg egyébként hol működnek ezek a térfigyelő kamerák itt Hajdúböszörmény területén? Hajdúböszörmény közutas területén mindenhol felelhető térfigyelő kamera, de javarészt olyan helyen, ahol kicsit közbiztonságilag fertőzöttebb, vagy kiemeltebb, például a város fő bevezető útjain, a főterünkön, vagy tényleg, ahogy korábban mondtam, hogy a város fertőzöttebb területén, ahol több bűncselekmény fordulhat elő. Én úgy gondolom, hogy kihívás nem fog okozni a közterület felügyelőknek, mert a szakmai nagyon felkészültek, létszámba is elegendő vannak. Én úgy gondolom, hogy a közbiztonságot fogja ez növelni, a lakosok szubjektív biztonságérzetét, meg az ide látogató vendégeinknek a biztonságérzetét is. A városnak az a célja, hogy a Hajdúböszörmény közbiztonsága ezáltal növekedjen, és mivel hogy már nem a rendőrség fogja működtetni, hanem a közterületfelügyelet, így a rendőrség is kicsit felszabadul, és a közterületfelügyelet fog neki tudni segíteni, például egy elkövető elfogásában, vagy a bűncselekmény megakadályozásában, vagy a megelőzésében.